A helyszínrajzi tengely megtervezését követően a következő feladatunk az, hogy a helyszínrajzi tengelyen kitűzött fő- és részletpontokban előállítsuk a ezen pontokra állított merőlegesek, illetve hát a rajzon is látható tengere merőleges sugárirányok, illetve tengere merőleges vonalaknak, amelyek egy függőleges síkot határoznak meg. Ennek a függőleges síknak és a terepnek a metszővonalát, vagyis a keresztszelvények terepvonalát meghatározzuk, amely keresztszelvény terepvonalak meghatározása egyben lehetőséget biztosít arra, hogy a terepvonal és a tengely metszéspontjában leolvassuk a fő- és részletpontok magasságát, és ezzel lehetővé tegyük azt, hogy a hosszelvényben a terepvonal magasság, terepvonal elkészüljön, meg lesz az egyes szelvénypontokhoz tartozó magassági érték, ezeket ott tudjuk majd ábrázolni, és mehet tovább a hosszelvény tervezés. Ehhez az első lépés legyen az, hogy behívjuk a helyszínrajzi tengelyt, amely ugye leadásra került, majd ha hiba volt benne, az ki lett javítva, tehát itt a kész helyszínrajzi tengely. Gördítsük le a fóliák ablakot, nézzük meg, hogy mely fóliák vannak bekapcsolva, melyek vannak kikapcsolva, és most kapcsoljuk ki azokat a fóliákat, amely fóliák kellenek majd a keresztszelvény terepvonalak meghatározásához. Mik lesznek ezek? A szintvonal, főszintvonal, mellékszintvonal, szintvonal felirat, ez most itt a rajzon ki is volt kapcsolva, de ez maradjon kikapcsolt állapotban. Ugyancsak legyen kikapcsolva a tengelyfólia, erre szükségünk lesz. A szelvényszámok fólia, a szelvények fólia, a részletpont fólia, az összes többi az maradhat bekapcsolt állapotban. Legyen aktív a tengelysokszög fólia. Nagyítsunk vissza, és az összes megjelenő elemet, nézzünk bele, hogy minden olyan elem benne van-e, amit ki szeretnénk törölni. Bent van, visszaveszem a nagyítást, kijelöljük, del billentyűt nyomunk, és most visszakapcsoljuk azokat a fóliákat, amiket az előbb kikapcsoltunk, hogy lássuk, hogy megvan-e minden információ a további rajzhoz. Rendben van, megvan. A következő lépés az, hogy a helyszínrajz rajzi léptékét, amely 1000-es, felnagyítsuk olyan léptékre, mint amilyen a keresztszelvények léptéke lesz. Mi lesz ez? Egy pillanatra átkapcsolok a keresztszelvények formátumára. Itt a méretarány ide van írva, hogy 1:100. A helyszínrajzi tengely pedig, ahogy fel is volt írva a címben és a méretarányban, 1:1000-es, tehát a helyszínrajzi tengelyünket fel kell nagyítani 10-szeresére. Ezt a lépték parancssal tehetjük meg, amelyhez válasszuk ki az összes megjelent objektumot, Entert ütünk, bázispontot adunk, tulajdonképpen a rajz közepén valahol nincs pontos, nincs ennek jelentősége, a lépték tényező pedig 10 lesz. Ha itt felnagyítottuk a rajzunkat, akkor ha vissza szeretnénk nagyítani, nem mindig sikerül, ezért adjuk ki a zoom parancsot, és ennek van egy terjedelem, T a rövidítése, kapcsolója, így tehát az összes rajzi elem a képernyőn látható. Itt vannak ugyan, ha belenagyítunk, látható a részletpontoknak a pontjele, de ha rajzi méretarányban nagyítunk vissza, akkor nem nagyon látszanak, ezt változtassuk meg, ez lesz az egyik megváltoztatandó dolog, tehát formátum, pontstílus, és a korábban megadott 0,5-öt adjuk meg 5-re. Ugye ezt is 10-szeresére növeljük. Marad a méretbeállítás abszolút egységben. Jó, ez már így látható lesz. Viszont látható, hogy ezek csak valóban a részletpontokban jelennek meg, oda tettük még a tengelytervezés során,
nem jelenik meg, nem jelennek meg a főpontokban. Ezt azért tegyük meg, tehát a menjünk a részletpont fóliára, és jelöljük be a főpontokat, tegyünk oda pontot, jó, tehát az összes főpontban, ahol a részletpontok fólián nincsen pont, oda teszünk. Év közepe, átmeneti év vége, átmeneti év eleje és út vége. Ha ez megvan, akkor még egy dolgot be kell állítani. Egyrészt a fóliák, fóliakezelő ablakkal a fóliákban ezt a részletpont fólia színét állítsuk át sárgára, annak érdekében, hogy ez az eltérő szín, ez majd fogja mutatni, hogy melyek, mely pontok a tengelypontok a későbbi szerkesztéshez. Illetve, ha itt vagyunk a fóliakezelőben, akkor hozzunk létre egy új fóliát, amelynek a neve legyen az, hogy szintpontok. Színe legyen fehér. Jó, lehet ez a szintpontok egyben az aktuális fólia is, a szerkesztés, amit elvégzünk, majd ezen történik. Mivel a tízszeres nagyítás eredményeként az összes megjelenő szöveg az tízszeresére nőtt, ezt kicsit tompítsuk, ezt a tízszeres nagyságot azáltal, hogy a szöveg tulajdonságait, annak magasságát megváltoztatjuk. Jelöljük ki ehhez a teljes rajzot, tehát nem kell külön-külön az egyes szövegelemeket kijelölni, a teljes rajzot. Menjünk a kijelölt rajz fölé, nyomjunk egy jobb klikket, a bejövő ablakból válasszuk a tulajdonságok menüt. Itt látható a legfelső ablakban, hogy minden kijelölődött, 153 elem, gördítsük le ebből a szöveget. Szöveg elemeket válasszuk ki, és a magasságukat, ami most az van írva, hogy eltérő, írjuk be azt, hogy 8 autóked rajzi egység, ugye korábban 10 volt, így arányaiban majd a szerkesztéshez jobban felhasználható, illetve hogyha átteszünk majd rajzi elemeket, illetve szöveget a keresztszervények munkarészbe, akkor nem lesz túlságosan nagy a szövegformátum az ott megkívánt szövegformátumhoz képest. Ezután szerkesztések következnek, aminek az a lényege, hogy a berajzolt sugárirányokat meghosszabbítjuk a tengely másik oldalára is, hogy a metsző egyenest, vagy metsző síknak a vonalát előállítsuk. Ehhez kapcsoljuk ki a szintvonal, most addig kapcsoljuk ki a szintvonal fóliákat, és hozzunk párhuzamost, 20 autóked rajzi egységgel a tengellyel, jobbra és balra. Igen, ez a 20 autóked rajzi egység, ugye százas méretarányban csak 2 méter lenne, viszont nekünk már ugye fel vagyunk nagyítva, tehát úgy lesz majd 20 méter, hogy 200 autóked rajzi egységgel hozunk párhuzamost. A teljes bemutatott helyszínrajzon nem fogok végig haladni, csak egy részén. A lényege a videónak az, hogy az egész szerkesztési metódust bemutassa.
nem az, hogy kész rajzot készítsen. Jó, ez megtörtént. Most az elér parancsal, rövidítése EL, éressük el a sugárirányokkal, a párhuzamos tengelyel párhuzamosokat. Előállítva így a metszővonalat. Ha ez is megvan, akkor a következő lépés az, hogy ezen tengelyre merőleges irányoknak és az egyes szintvonalaknak a metszéspontját meghatározzuk, és oda egy pontot helyezzünk el erre a metszővonalra. A szintpontok fólián fogjuk ezt megtenni, de ehhez kapcsoljuk vissza a szintvonal fóliákat, és helyezzük el a pontokat. Azokat a metszéspontokat kell elhelyezni erre a tengelyre merőleges irányra, amelyik a kijelölt sávron belül esik. PO pont. Ugye fogónak a metszéspont fogó mindenképpen be kell, hogy legyen kapcsolva. Talán, hogyha tájraszter beállításokat megnézzük, és hogyha más is be van kapcsolva, akkor ezt egyenlőre kapcsoljuk ki. Jó. A 0 plusz 20-as szelvényben még éppen a kijelölt sávon belül esik ez a metszéspont. A belenagyítással el tudjuk érni azt, hogy meggyőződhessünk arról, hogy jól tesszük el a metszéspontokat. Jó, itt is csak egy részén végzem el ezt a feladatot. Jó, itt még a tengelypont előtt van egy metszéspont. A többi kijelölt merőleges irányokra nem teszek pontot, ebből a néhány szervényből fogom kiválasztani azokat, amelyek bemutatásra kerülnek majd. A következő feladat az, hogy a kitett metszéspontoknak a magasságait ideírjuk mellé. Milyen magasságot fogunk írni, amelyik szintvonalat metszette, az a magassági érték fog a kijelölt vagy a letett ponthoz jönni. Ehhez a szintvonal feliraton lévő számot másoljuk át az egyes pontokhoz. Így a 200-as szintet, ha nézzük, a 200-as szintet fogjuk másolni. Ki is lehet kapcsolni F3-mal a tájrasztert, hogy tetszőleges helyre tudjuk majd illeszteni. Az összes olyan ponthoz kitehetjük a 200-as szintet, amelyik a 200-as szintet metzi, és a tengermerőleges irány és a 200-as szintvonal metzéséhez került ponthoz oda lehet illeszteni. Jó, több pontot nem tettem le a 200-as szintvonalra, így akkor mehetünk a következőre.
Ugye a következő az a 201 lesz, hogyha haladunk fölfele. Honnan tudjuk, hogy merre haladunk fölfele? Ugye a következő főszintvonal a 205-ös, ami ábrázolva van. Tehát, hogyha haladási irányba nézünk, akkor a bal oldala lesz majd magasabban a megszerkesztett terepvonalnak. Tulajdonképpen a szerkesztés, tehát itt a máshol parancsot adjuk ki, a szerkesztés tulajdonképpen megfelel a kótás projekcióban már említett, vagy elmondott, és feladatban talán meg is jelenő metszeti szerkesztéshez, tehát a képsík ledöntésével állítjuk elő a metszeteket. Jó, az első magassági szint a 200 felett a 201, és dupla kattintással tudunk bele kattintani a szövegbe, és át is tudjuk írni, 201. Miután befejeztük az átírást, akkor le kell kattintani bal klikkel az ablak mellé, és ugyancsak a kijelölő ablak marad bekapcsolt állapotban, és így a következő elemet is már kijelölhetjük, hogy ez lesz akkor 202. A 201-es magassági értéket másoljuk át az összes olyan pontba, amelyik ezen a 201-es szintvonalon foglal helyet. Jó, jöhet a következő, a 202-es. Lesz még a 203-as. Ehhez másoljunk át egy magassági értéket. 203. Ezt is másoljuk le az összes olyan pont mellé, amelyik a 203-as szintvonalon helyezkedik el. És lesz még egy pontunk a 204-es szintvonalon. Tehát azt akkor írjuk felül 204-re. Jó, ez megtörtént, akkor tengelytől jobbra is helyezzük el ezeket a magassági értékeket. A 200-as szint alatt van a 199-es. Másoljuk át. Jó, akkor az összes olyan ponthoz, amit letettünk, megvan a magassági értékünk. Tehát akkor a következő lépésünk az, hogy a keletkezett metszővonal és a rajta lévő metszéspontok, vele együtt a magasságok, ezek beforgatásra kerüljenek, olyan irányban, amilyen a keresztmetszet, keresztszelmények formátumban majd szükséges, tehát tengelymerőlges metszetet kell ide berajzolni majd a keresztszelmények formátumba. Ehhez a beforgatáshoz a szintpontokon maradva az ortó módot bekapcsolva rajzoljunk egy függőlegest olyan távolságra a rajzról, amely távolság lehetővé teszi azt, hogy ne lógjon bele az átmásolt tengeremelőleges irány rajta lévő pontokkal. Jó, vonalrajzolás. És most helyezzük át, nem helyezzük át, hanem átmásoljuk ezeket a szelvényre tengeremerőleges irányok
pontokat, illetve rajtuk lévő pontokat a magasságaikkal együtt. Hogy a kijelölés könnyebb legyen, most csak és kizárólag a fő és mellék szintvonalat kapcsoljuk ki, és jelöljük ki az egyes irányokat. Itt egy fontos megfontolás az, hogy az azonos irányba lévő, tehát az első egyenes szakaszon lévő szelvények, illetve a tengeremerőleges irányok, azok azonos irányúak, tehát egyszerre forgathatók. Ellenben ívben, minden egyes ívben lévő irány külön kell majd beforgatni, vízszintesre tulajdonképpen, mindent vízszintesre fogunk forgatni. Hogy történik ez? Jelöljük ki először az egyenes szakaszra eső, tehát azonos irányú szelvényremerőleges irányokat. Győződjünk meg róla, hogy minden ki legyen jelölve. Jó, az ívben lévő pontot is kijelöltem, ugye ezt nem kellett volna feltétlenül, és ezt majd hamarosan ki töröljük, hogyha átvittük, átmásoltuk. És a másol parancsal másoljuk át ezeket az elemeket, mégpedig úgy, hogy bázispontként, amit most meg kell adnunk, adjuk meg az ív eleje pontot. Ehhez a tárgyraster beállításoknál kapcsoljuk be a pont fogót, vagy pont tárgyrasztert. Kapcsoljuk ki is ki a meccés pontot, ha szükség van valamilyen fogóra, azt egy parancs erejéig ezt be tudjuk kapcsolni úgyis. Jó, tehát most pontot találja meg, kapcsoljuk be a tárgyrasztert, megtalálta az ív eleje tengelypontot, kattintsuk ezt le, az elhelyezésnél pedig kapcsoljuk be kontroll lenyomása mellett jobb klikkel a szomszéd fogót, amely fogó tulajdonképpen lehetővé teszi azt, hogy adott elemen most a berajzolt függőlegesen fogjunk meg egy pontot. Jó, nem szeretnénk többször lemásolni, illetve amit feleslegesen jelöltem ki, azt kitörlöm, azt majd egy külön menetben fogjuk vízszintesre forgatni. Hogyan történik adott rajzi elemeknek adott irányra való ráforgatása? Ugye ez a feladat. Első lépésként adjuk ki a forgat parancsot, for a rövidítése, válasszuk ki a forgatandó elemeket, majd, ha itt Enter-t ütünk, akkor adjunk bázispontot, amely bázispont tulajdonképpen megegyezik azzal a ponttal, amely ponttal, mint bázisponttal másoltuk ide át az elemeket, tehát ez megegyezik, bal klik. Adja meg a forgatásszögét, vagy másol, vagy referencia. Tulajdonképpen ráforgatás egy bizonyos irányra a referencia kapcsolóval történik, tehát egy R betűt kell ütni. Adja meg a referencia szöget. A referencia szög megadása azt jelenti, hogy meg kell adni azt az irányt, amely irányba jelenleg állnak az elemek,
Tehát egyik pont, másik pont, és mivel az ortó mód be volt kapcsolva, ha elmozdítom abba az irányba a szárkeresztet, amelyre forgatni szeretnék, ezért, ha itt most bal klikket ütök, már be is tudtuk forgatni az összes kijelölt elemet vízszintesre. Hogy győződhetünk meg róla, hogy helyes a forgatás? Hogyha kiadjuk a távolságmérés parancsot, TA, és meghatározzuk a távolságot egy tengeremerőleges irányra vonatkozóan, akkor a delta y értéknek nullának kell lenni, mint ahogy az nulla is. Még egy tengeremerőleges irány ki van jelölve, mégpedig az első ívpontban. Ugye ezeket a sugárirányokat külön-külön kell ráilleszteni erre a megrajzolt függőlegesre, tehát másoljuk át megint csak. Bázispontként megint csak a tengelyben lévő pontot megadva, kapcsoljuk ki addig a ortomódot, és megint adjuk ki a szomszédos parancsot, illesszük rá a függőleges egyenesre ezt az irányt is, adjuk ki újra a forgat parancsot, jelöljük ki az összes átmásolt elemet, Enter. Bázispontként maradunk ugye a tengelyben lévő pontnál, referencia szöget adunk. Ugye ennek a 204-es pontnak kell vízszintesen ide kerülni, tehát kattintsunk erre és erre a pontra, és az ortomódot, ha visszakapcsoljuk, akkor be is áll vízszintesre ez az irányunk is, szintén meg tudunk győződni róla, hogyha két pont között mérünk távolságot, akkor delta y az nulla lesz. Jó, a megváltoztatott helyszínrajzon, tehát tulajdonképpen elvégeztük azokat a lépéseket, amik ahhoz kellettek, hogy a keresztszelvények formátumába a keresztszelvények terepvonalát ki tudjuk majd ezek alapján szerkeszteni. Hogy történik az egyes rajzi elemeknek egyik rajzból a másikba áthelyezése úgy, illetve átmásolása úgy, hogy egy adott pontnál, mint bázispontnál fogva legyenek áthelyezve egy másik rajzi elemre, másik rajzra. Kezdjük az út eleje szelvénnyel. Mi lesz majd ez a parancs? Ez a másolás alapponttal, amely úgy történik, hogy a Ctrl és a Shift billentyűk együttes lenyomását követően, tehát tartsuk lenyomva mind a két billentyűt, üssünk egy C betűt, akkor a parancsoron megjelenik az, hogy alapmásol, adja meg a bázispontot. Bázispontunk természetesen az út elejére vonatkozóan lesz a tengelypontunk. Válasszunk objektumokat. Enter, nem választunk többet. Menjünk át a formátum keresztszelvények ablakba. Itt pedig Ctrl-V-t, kontrollnyomás alatt V-t nyomva adjuk meg ugye a beillesztési pontot. Mivel itt a keresztszelvények formátumában az egymás mellett helyet foglaló keresztszelvény formátumokban már a tengelyek be vannak illesztve, be vannak rajzolva, erre a tengelyre kell ráilleszteni
Ctrl nyomása mellett jobb klikkel behozott szomszédos fogó segítségével. Mielőtt azonban nekiállnánk a tényleges terepvonal szerkesztésének, az első úteleje pontban elhelyezett maszkot, illetve magassági szinteket célszerű átmásolni a további helyre, további rendelkezésre álló helyre annak érdekében, hogy ezzel majd ne kelljen foglalkozni a keresztszerviek terepvonalak rajzolásakor. Jó, nézzük tehát, hogy ez hogy történik. Keresztszervények munkarészben másolni az elemeket most is és a későbbiekben is csak és kizárólag úgy lehet, meg mozgatni is csak úgy lehet, hogy az ortomód, az ortó kapcsoló be van kapcsolva, mert ezzel érjük el azt, hogy csak függőlegesen tudjuk mozgatni a kijelölt elemeket, vízszintesen nem tudjuk elmozdítani, hiszen ha elmozdítanánk, akkor felborulna a keresztszervények, egyes keresztszervényeknek a magassági rendszere. Jó, adjuk ki itt a másol parancsot, jelöljük ki az összes másolandó elemet. Jó, és itt a tárgyraszter beállításoknál már megadhatjuk a szomszédos fogót. Illetve a metszéspontfogót. És másoljuk akkor le. Itt az első formátumon még biztos elfér még egy. Valószínű mindenkinek még egy keresztszelvény. Hogyan visszük át a másik mellette lévő formátumra? Ha megnézzük a formátumot, ezek kétszer A4-es formátumok, tehát ha kinyomtatnánk, egy A3-as lapra tudnánk rányomtatni egy ilyen keresztszelvény oldalt. Szintén a másol parancs, jelöljük ki a másolandó elemeket, itt a metszéspontfogóval tudjuk megfogni, és a szomszédos fogóval tudjuk elhelyezni a tengelyen. Hát itt hármat lehetett elhelyezni az előre elkészített magassági szinteket bemutató rendszerből. Természetesen ez a magassági skála attól függ, hogy kinek milyen meredekségű a terepe, tehát mennyire sűrűek a szintvonalak a helyszínrajzon, annak megfelelően kell ezeket majd megválasztani, és majd átmásolni úgy, ahogy a rajzon bemutattam. Nézzük meg ezek után a szerkesztést magát. Az úteleje pontot vegyük először. Itt most ugye átírni se kell a szervényezési értéket, hiszen megegyezik. Tehát ki is törölhetjük, amit áthoztunk. Ez csak azért másoltuk ide át az egyes szervényekhez tartozóan, hogy mindig meggyőződhessünk róla, hogy megfelelő szervény kerül ide. Ahogy átmásoltuk a szervényt, tehát a helyszínrajzi tengelyből átmásoltuk a szervényt, ott van rajta szervényszám, ezt a szervényszámot át lehet másolni, majd a egyébként a formátumban lévő, ugye mindig az UE0+00 szöveget másoltuk át, ezt dupla klikkel majd átmásoljuk, hogyha a 0+20-as szervényhez érünk. Nézzük először akkor a szerkesztés metódusát. Hogy történik ez? Hát láthatók itt az áthozott tengelyremelőleges metszővonalon lévő pontok és a magasságaik. Ezekből a pontokból kell függőlegesen egy merőleges bocsátani arra a szintre, amelyik szint magasság megegyezik itt az egyes pontok magasságával.
melyik a legalacsonyabban lévő magassági érték, a megjelenő vonalon a 199 lesz ez, tehát az előre elkészített maszba írjuk bele azt, hogy 199, következőre azt, hogy 200, a következőre azt, hogy 201, és még egy szintünk lesz itt, ez a 202, 202-es szint. Állítsuk be a tájrasztert úgy, hogy a pont és a merőleges fogó legyen bekapcsolva. Vonalrajzolás. Maradhatunk a terepvonal fólián, ami megjelent már eleve, mikor átjöttünk ebbe a rajzba. Ha megnyitja mindenki, akkor ez jelenik meg. Megfogja tehát a 202-es magasságú pontot, és a 202-es szintre vetítjük ezt rá függőlegesen. A következő pont a 201-es, a következő pont ugye a 200-as szint lenne, ezen van a tengelyben, hiszen az A pont, a kezdőpontunk, az pontosan a 200-as szintvonalról megy, tehát majd a terepvonal rajzolásánál kell erre odafigyelni, és akkor van még egy 199-es szintünk. Ha ezek megtörténtek, ezek a felvetítések, akkor kapcsoljuk ki az ortomódot, terepvonal fólián vagyunk, VL a parancsnak a rövidítése, amelyikkel vonalláncot tudunk rajzolni. A vonallánc rajzolásához viszont célszerű a tájrasternél beállítani a végpont fogót. Jó, itt a tengelybe kell majd egy metszéspont. Ugye ez pont a 200-as szinten van, és 199. Tulajdonképpen megszületett az úteleje pontban a terepvonalunk. Milyen teendők vannak itt még? Minek után a terepvonalunk megvan, a magassági léptékünk megvan? Az átalakított helyszínrajzról áthozott magassági szinteket, tengeremerőleges irányokat tulajdonképpen kitörölhetjük, mert hiszen ez itt csak zavarna, egyébként is, ugye jóval nagyobb szövegmagasság volt beállítva. Nézzük meg, mi a teendő még itt. A teendő még az, hogy a tengelytől balra és jobbra 200-200 autóked rajzi egységgel berajzolt magassági szinteknek a vonalát lecsökkentsük 5 autóked rajzi egységre. Ez hogy történik? A HO hosszabbít parancsnak van egy olyan kapcsolója, teljes, amellyel a teljes hosszat adhatjuk meg, tehát egy T betűt kell ütnünk. A teljes hosszunk pedig 5 autóked rajzi egység lesz. Ha itt most Enter-t ütöttünk, akkor ki kell csak választani az egyes elemeket, amelyeknek a hossza le fog rövidülni 5 autóked rajzi egységre, megvan a magassági léptékünk, töröljük ki azokat a szinteket, amiket nem vettünk igénybe, és az ortomód bekapcsolásával, ugye beszéltük, hogy minden egyes műveletnél az ortomód legyen bekapcsolva, és most a MO mozgat parancsal az ortomód be van kapcsolva, illesszük a szervény szöveghez közelebb. Mindig figyeljünk arra, hogy ha a keresztszervények munkarészben egy-egy keresztszervényt mozgatunk a tengelyen, tehát az egyes keresztszervény oldalon, akkor figyeljünk arra, hogy a magassági lépték is legyen bekapcsolva. Maradt még egy tengelybeni pontunk, ezt is kitörölöm. Mit kell itt még feltüntetni adott szervényhez? Ugyancsak az ortomód bekapcsolása mellett ezt a szövegformátumot vigyük közelebb. Mit jelent ez a tengelyjel párhuzamosan beírt szövegformátum, illetve számformátum? Azt jelenti, hogy ide kell beírni a tengelynek és a berajzolt terepvonalnak a metszéspontja magasságát,
Hogy tudjuk ezt levenni? Úgy tudjuk levenni, hogy a távolság TA parancsal megmérjük a legközelebbi szint, tehát az ez alatti, mérendő magassági szint alatti kerekmagassági szintnek, és ennek a meccés pontját. Nyilván most nullát ír ki, hiszen pontosan 200. Jó, írjuk akkor át ezt 200,00-ra. Ez lesz tehát az úteleje pontnak a magassága. Még amit meg lehet tenni itt a keresztszelvények munkarészben, most, mivel rajzoljuk a terepvonalat, húzzunk egy párhuzamost annyi autókedrajzi egységgel, a terepvonallal, amilyen vastagságú lesz majd a úgynevezett humusz réteg vastagság, amely humusz réteg vastagság, ez 10 vagy 20 centi, így átlagosan, ha nézzük, egy éles tervén nyilván ez pontosan meghatározásra kerül. Itt most vehetjük a két autókedrajzi egységet, ami 20 centinek felel meg százas méretarányban. És ezt most kijelöltük, ezt a párhuzamost, és tegyük rá a humusz fóliára, amely egy szaggatott fólia. Amiről itt meg kell még győződni az, hogy kellő hosszúságban áll-e rendelkezésre a terepvonal. Azzal kell számolni, hogy a tengelytől jobbra és balra nagyjából 7-8 méternyi hosszú terepszakaszra vagy terepvonaldarabra van szükségünk majd a műszelvény elhelyezéséhez, és ha ez nincs meg, akkor a későbbiekben még ezt lehet hosszabbítani, illetve ha ez nagyon kevés, tehát csak 1-2 méter, akkor bár kívül esett a helyszírajzi tengelyen, kívül esett a berajzolt párhuzamos tengelye párhuzamos irányok vagy sávból, de ha nagyon kicsi a terep keresztülés, akkor lehet, hogy a legelső szintvonal is kívül eshet, akkor ezt a pontot külön ki kell szerkeszteni, lemérve itt a helyszírajzi tengelyen, a tengelytől az adott szintvonal és adott szintvonalnak és a tengeremelőleges iránynak a meccés pontjának a távolságát is ide külön felrakni. Zömében egyébként ez valószínű, hogy mindenkinek megfelelő lesz. Nézzük, hogy a következő szintet hogy húzzuk át, még ezt bemutatnám. Ez lesz a 0 plusz 20-as szelvény. Tehát akkor még egyszer, Ctrl és a Shift együttes lenyomásával, ha a C betűt megütjük, akkor alapmásol parancs jelenik meg, adja meg a bázis pontot. Ugye ez a pont lesz, most a listában csomópontnak van írva, ugye tengelyben is sárga pont volt a bázispont, menjünk át a keresztszelvényekbe, itt a Ctrl V-vel illesszük be, itt lehet egy szomszédos fogó, az előbb is ugye azt alkalmaztuk. És megjelenik itt a szelvényszám. Említettem, hogy ezt a szelvényszámot, ha itt duplán kattintunk, tehát a szelvényszámra nyomunk egy Ctrl-C-t, majd ráklikkelünk a lemásolt úteleje 0+00 szelvényre, és itt nyomunk egy Ctrl-V-t, akkor át fogja ezt írni. Észre lehet venni majd, hogy ha átírjuk ezeket az átmásolt szelvényes értéket bemutató formátumokat, akkor a plusz jelek kerülnek majd minden egyes keresztszelvény oldalon egymás alá, tehát így rendezett lesz a szelvényszámoknak a helye. Nézzük akkor tovább a szerkesztést, miről van szó. Arról van szó, hogy át kell írni az egyes magasságokat, a legalacsonyabbal kezdve itt az a 199, 200,
201, 202 és 203. Jó, láthatjuk azt, hogy a 203-as szintű pont az túl lóg a 203-as szinttől, tehát ide rajzoljunk egy vonalat, az ortó bekapcsolása mellett, ortó be van kapcsolva, a 203-as szintet jelölő vízszintes vonaltól balra, és nézzük meg a tájdaszter beállításokat, ahol a pont és a merőleges legyen bekapcsolva, úgy, ahogy azt az előbb is tettük. Vonalrajzolás 203-as szintű pontról a 203-as szintre, a 202-esről a 202-es szintre, a 201-esről a 201-es szintre, a 200-asról a 200-as szintre, a 199-ről a 199-es szintre. A tájrasternél kapcsoljuk be a végpont fogót, és a VL vonalláncrajzolás parancsal kössük össze a kapott végpontokat, most a merőlegest kikapcsolhatjuk. Jó, elvégeztük a terepvonal rajzolását, tehát az összes olyan vonal, amire nincs szükség, ez kitörölhető. Megkaptuk a terepvonalunkat, a magassági szinteket jelölő hosszú párhuzamosokat rövidítsük le. HO parancs, teljes méret az 5, maradt az 5, és rendre rákattintva az egyes szintekre rövidítsük le a vonalat. Töröljük ki a nem szükséges, a nem használt szinteket. Látható, hogy most elég nagy hely maradt az első szelvény és e között a szelvény között. Kapcsoljuk be, mielőtt bármit csinálnánk az ortót, és a mozgat parancsal helyezzük először a helyére a terepvonalat, majd az egészet kijelölve, ezt feltolhatjuk viszonylag közel. Az első formátumon általában 2-3, a többin pedig egyel több formátum fog majd elférni. Mi szükségeltetik még? Ugye a mozgat parancsal az ortó be van kapcsolva, a terepszín magasságot vegyük közelebb a terepvonalhoz, és olvassuk is le. Ehhez a metszés pont fogót kell bekapcsolni, tehát a tengelynek és a terepvonalnak a metszés pontját fogjuk meg, és a legközelebbi, ez alatt lévő szint, kerekszint a 200, tehát 200 írja az delta y-ra, hogy mínusz 5,00, ugye az itt leolvasott értéket el kell osztani 10-zel, az lesz 0,50, és hozzá kell írni a kerek magassághoz, tehát 200,50. Jó, még a humuszszint berajzolása szükséges, és a humuszszintet jelölő vonalnak áttétele a humuszszintre. Jó, tehát ezt kell az összes szelvényben megvalósítani, és beírni ide az egyes szelvények értékeit, illetve a szelvényekhez tartozóan a terepszint magasságait a tengellyel párhuzamosan. A következő lépés majd természetesen a hosszelvény terepvonal megrajzolása lesz ezen adatok alapján. Ez a következő videónak lesz majd
a témája, a következő alkalomra beadni majd ezeket a keresztszervin telefonolakat kell, tehát minden egyes helyszínházi fő- és részletpontban előállítva a bemutatott módon a telefonalat. Köszönöm a figyelmet és jó munkát kívánok!